Érdekes, mikor az ember elgondolkozik, hogy mi, ki és hogyan segített. Én életem nagy részét tanárként dolgoztam, jó tanító szerettem volna lenni, szerintem sikerült. És az a felelősség, hogy néha egyetlen egy szó, vagy hangsúly, vagy gesztus mit tud tenni a másik emberrel, az óriási felelősség és óriási lehetőség. Perec András, az én első mesterem, nem volt dicsérő ember egyáltalán, sőt, inkább a hiányosságokat emelte ki. Ez is viheti előre az embert, de én hiszem azt, hogy nem ezzel kell nevelni. A főiskolán pedig, akkor még képzőművészeti főiskola volt, Dráda Tibor volt a mesterem, de a népmesék igazi, dicsérő öregje egy másik mester volt, Kokas Ignác. Ő nem tanított, de egyszer-egyszer bejött, és azt mondta, hogy maga tehetséges. Nekem ezt senki nem mondta addig. És ez nekem szárnyakat adott. Így születtem, itt tettem meg az első lépéseket, itt voltam szerelmes, itt csókolóztam először, itt születtek a gyerekeim, itt mentek el a szüleim, nekem én el nem mennék, pedig morgok sokszor, de kezdek leszokni a morgástól, elfogadom a változásokat úgy, ahogy vannak. Nekem nagyon fontos a város. És az emberek, természetesen a városban élő emberek. Nekem nagyon sok képem majdnem monokróm. Tehát egy színnek a tónusaira épül, nem ilyen szigorúan, de ez a nagyon tarka, nagyon gazdag világ nem jellemzett. És a lélekdobozok a fehérről szól. Tóth Mennyus bácsi egy végtelenül különös, egyszerű ember volt. Élete végén csak fehérrel festett. De mondhatnék egy romantikust, William Turnert. Képzelje el, hogy amikor British Múzeumban járunk, elünk, hát ott van a romantika festőinek a palettája, természetesen a kornak megfelelő képei, és a legutolsó teremben tiszta fehérek vannak, gyönyörűek, csak egy pici kis rózsaszín vagy. Hát, valami hihetetlen ragyogás, gyönyörű. Mennyus bácsi a szocializmus idejében alkotott, elment anyára a kisöreg, sose azt csinálta, amit kellett volna, nem is érdekelte, hogy mit kellett volna, és ő is élete végén jó pasztózusan, tehát ahogy kinyomja szinte a tubusból a festéket, a titánfehér, van egy Tóth Mennyhért fehér az olajfestékek között, és azokat kicsit meghúzta, és ilyen bárány, vagy felhő, vagy nem is tudom, a fehérben minden szín jelen van. A fehér az a szín, ami magába fogad mindent, és a kisugárzása a legerőteljesebb. Hát ezért fehér most ez a lélekdobozok, mert a lélek is fehér. Legalábbis a szép lélek. Általában sorozatokat készítek, ez azért van, mert van egy időszak. Azt jellemez egy állapot. Nem kívánom olyan sokszor ezt a lélek állapotot, de az embernek az állapota az enyém. És ez nem egy napig tart általában, rövidebb, hosszabb ideig. És rövidebb, de főként hosszabb ideig foglalkoztat ez a dolog, gondolatilag, érzelmileg, és akkor elkezdem megmutatni, képé formálni ezt az időszakot. És egyszerűen amíg foglalkoztat, addig ezek jelennek meg a munkáimon. A szabadság relatív volt, például szabadon lendülő vásznokon festettem, vásznokat festettem. Elgondolkodtatott, hogy a profécia szerint ki a szabad? Aki a hálón belül van, vagy aki kívül például. És ez sokáig, a szabadság kérdése sokáig foglalkoztatott. De nem azt jelenti, hogy megszűnt foglalkoztatni, de aztán lett egy, akkor az átjárók, kapuk átjárók. Voltak próbák az életemben, és elkezdtem foglalkozni az átjáró másik oldalán lévő léttel. Ebben semmi drámai nincsen. Ez számomra természetes volt abban az időszakban, és azóta is az. Aztán apám. Hát nagyon sokáig. Apám egy zárkózott ember volt, és nem került kettőnk között
sor olyan beszélgetésre, amely a fontos dolgokról szólt volna, és miért? Mert amikor kamasz voltam, nem érdekelt. Amikor szerelmes fiatal lány voltam, nem érdekelt. Amikor fiatalasszony voltam, akkor élveztem a fiatalasszonyiság minden örömét, aztán fiatal anya lettem, és apám meghalt. És kitaláltam egy apaképet, és akkor évekig apámról szólt minden. Amíg ez bennem volt, nagyon, nagyon sokáig tartott. Hogy mit szólt édesanyám ehhez a sorozathoz? Valószínű, hogy fájt neki. De ő 92 éves koráig élt, 8 évig ápolta, Alzheimer-kóros lett. Én nagyon-nagyon sok időt töltöttem vele. Anya-lánya, húzakodtunk természetesen, ahogy kell, de mindent megtett értem, és én is érte. Tehát az én jelenlétem, a vele való együttlétem, és az apámra való emlékezésem más minőségű volt, nem több és nem kevesebb, csak másról szólt. Soha nem mondta anya, de valószínű, hogy nem esett neki jól. Fiatalkoromban érdekelt az asszonyisággal kapcsolatos minden dolog. A testiség, érdekelt a gondolatiság, az érzelmeknek a hullámzása, a kapcsolódás, és fiatalon mindegyikünknek az egója meglehetősen erősen működik, ami nem baj, csak ne használjuk rosszul. És a másik, amit tudok, most már 70 évesen, hogy akkor nagyon bátor voltam. A tudatlanság bátorsága működött bennem, és ezek a rajzok, ezek a vegyes pasztel rajzok, ezt a bujasságot, ezt a egymás felé fordulást, egymás ellen fordulást, tehát mindent ilyen ösztönösen, szabadon, bátran, dinamikusan. Hát aztán később lett egy merevebb időszak, mert akkor már kezdtem szembesülni azzal, hogy sok mindent nem tudok, vagy nem tudok ilyen bátran megválaszolni. Bizonyos életkorok, érzékenységek, állapotok, amikor megy a néző a képek előtt, befolyásolják azt, hogy éppen mit érez, vagy mit lát meg. Az nem baj, hogyha ő nem azt érzi, vagy látja, amit én éreztem, vagy akartam, vagy szerettem volna. Kétszer találkoztam a halál lehetőségével, és nem mint absztrakt fogalommal. Ez misztikus volt, főleg utólag. Amikor benne voltam, akkor inkább ijesztő volt. Másodjára már nem is ijesztő, nem tudok rá szót. Igen. De semmi baj nincs. Mert az élet az nagyon szép, főleg ha az ember próbára teszi, és kap lehetőségeket, akkor mindennek sokkal jobban tud örülni. Ez nagyon közhelyes, de ez tényleg így van. Említettem már, hogy volt egy sorozatom, a Kapuk és átjárók, és azokon legtöbbször egy széken, aminek irdatlanul magas hosszú lábai vannak, ül egy figura. Apámat idézi, de már nem annyira konkrét, egy ember, és elfordul, mondjuk. Vagy éppen amikor bekucorodunk egy ágy sarkába, és akkor összegömbölyödünk. Tehát bezárkózik egy kicsit, nem teremt kontaktot a nézővel, nem akar. És ez a tér úgy van kialakítva, hogy valahol mindegyiken van egy kapu, egy kis átjáró, de hát nem ilyen konkrétan kell, egy kis átjáró. Tehát itt foglalkoztatott az a dolog, hogy a átjáró mögött lét az vajon. Édesanyám mondta mindig egyen meg, kislányom, miért nem úgy festesz, hogy felismerhető? Hogy az az alma miért nem olyan, mint egy alma? A legelejétől kezdve, amikor még figurális voltam,
komolyabb kérdések foglalkoztattak, például a hét főbűn, például a falánkság, például a féltékenység, vagy a, ez már nem a főbűn, például a magányosság, az elfordulás. Ilyen rajzokat lehet találni az első időszakban, aztán az asszonyisággal kapcsolatos dolgok még mindig figurálisak, aztán egyre inkább, aztán az apám is figurális végig, aztán elmaradtak a figurák, tárgyak, az is nagyon sokat jelent. Ott is a felismerhetőség még jelen van, nagyon sokszor foglalkoztam a, hát mondjuk az árulás problémájával, amikor még a barátságok között találtam olyat, ahol úgy éreztem, hogy elárulnak, és akkor én azt kifejeztem valamilyen módon. Aztán jöttek a még kevésbé felismerhető időszakok, de olyan képen nincsen, ahol nincsen felismerhető forma, csak nem olyan evidens. Tehát a lélekdobozoknál is ott vannak a szálakon álló, furcsán, nem perspektívikusan, ákon-bákon módjára megjelenő kis dobozkák, amelyek hordozhatják azokat a, sőt, hordozzák azokat a dolgokat, ami éppen akkor történik. Tehát lehet egy szabadabb, expresszívebb, aztán egy zártabb, geometrikusabb, és aztán egy kicsit összegzőbb, konstruktívabb időszak. Mondhatjuk azt, hogy talán egyre kevesebb formával igyekszem megmutatni, ábrázolni azokat a dolgokat, amelyek foglalkoztatnak. Redukálok, szűkszavú vagyok, bízom benne, hogy ez a szűkszavúság, ez nagyobb mélységeket meg tud mutatni. A gyermekeim édesapja Alexa Laci volt, szegény már nincs köztünk, a Kodályiskolának, a új Kodályiskolának a felépítője, egy hippi ember, egy nagyszívű, remek. Nagyon nagy szerelem volt, aztán kalitkává vált, és abból a kalitkából kiszabadultam. 70 évesen nem tudom, hogy tehettem-e volna még valamit, akkor úgy éreztem, hogy ki kell szabadulnom. Most Balogh Géza a társam, jó régóta már, ő szobrász és festőművész. Ami a legnagyobb dolog a mi kapcsolatunkban, hogy azok lehetünk egymás mellett, akik vagyunk. Ez egy óriási dolog. Mondjam így hétköznapian, hogy békén hagyjuk egymást, ha kell. Ha ő fest, én arra nem megyek, de ha én festek, ő sem. Aztán, ha úgy érzi, vagy én úgy érzem, akkor megbeszéljük, megmutatom. Nehezen, mert ahogy mondtam, én egyedül szeretek dolgozni, de megbeszéljük, beszélünk róla, segítünk egymásnak, igen. De a legfontosabb, hogy hagyjuk egymást abban a ritmusban, abban a hangulatban, ha éppen arra van szükségünk, akkor magányban. Én egy nyüzsgőbb ember vagyok, én barátkozós vagyok, én szaladgálok, jövök, megyek, jönnek hozzám. Van egy Edith néni csoport, a tanítványaim jönnek. A társam jobban szereti az egyedüllétet. Zártabb ember. Fiatalon lehet, hogy nem sikerült volna, de ez így most nagyon jó, és számíthatunk egymásra.